Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti TV híradója. Főbb híreink. Ma egyszerre választunk európai parlamenti és önkormányzati képviselőket. Még csak tárgyalnak a gázai tűzszünetről, miközben folytatódik a háború. 3,1 milliárd euróért ismét magyar kézbe került a Feriegyi repülőtér. Budapestnél már tetőzött a Dunai árhullám. A jövő héten újra nyitják a rakpartot. És most a részletek. Este 7 óráig szavazhatnak az ország 10.119 szavazókörében a mai választáson. Ezúttal az Európai Parlament magyar tagjaira, valamint a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre, továbbá a nemzetiségi képviselőkre is lehet voksolni. Ezeken a választásokon kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Az európai képviselőkre 7.670.000-en voksolhatnak, az önkormányzatok összetételére pedig mindegy 100.000-el többen. Magyarország 21 képviselőt küldte az Európai Parlamentbe, ebben az esetben listákra kell szavazni, azt pedig összesen 11 párt tudott állítani. A települési választásokat az ország 3177 településén tartják. Budapesten 3 főpolgármester jelölt van, miután a Fidesz jelöltje, Szentkirályi Alexandra az utolsó pillanatban visszalépett. Országosan összesen majdnem 50.000-en jelöltették magukat különböző tisztségekre. A szavazók mindenütt több lapot kapnak a jelöltek neveivel. Az Európai Parlament tagjainak választása már csütörtökön megkezdődött. Először Hollandiában járulhattak az urnákhoz a szavazók. Mindegen Írországban és Csehországban volt szavazás, az utóbbi helyen még tegnap is lehetett voksolni. Ugyancsak szombaton választhattak Lettországban, Máltán és Szlovákiában. Olaszországban szintén kétnapos a szavazás, sőt, ma ott zárnak be legkésőbb a szavazóhelyiségek. Emiatt az eredmények közzétételével meg is kell majd várni, amíg 11 órakor lezárják az olaszországi urnákat is. Itthon viszont már addig is lesznek eredmények, hiszen az önkormányzati választás nem kapcsolódik egyetlen más európai országhoz sem. A 7 órai zárás után a szavazatszámláló bizottságok először a polgármester választások lapjait számolják össze. Utána a képviselőtestületi tagokra leadott szavazatok következnek, majd Budapesten a főpolgármester választás szavazólapjait veszik sorra. Ezután számlálják össze a vármegyei közgyűlésekre, Budapesten a fővárosi közgyűlésre leadott szavazatokat. A szavazatszámláló bizottsági jegyzőkönyvvezetője a számolás eredményét továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Az eredmények közlését várhatóan este 8 órától kezdi meg majd a Nemzeti Választási Iroda. A választónak egyébként a szavazás előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, valamint lakcímüket. Voksolni kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel lehet. Tűzszünetet és megegyezést szorgalmazott 16 ország közös közleményében, amelyben az Izrael által javasolt megállapodás elfogadására szólították fel a Hamaszt. Külön is kiemelték, hogy az iszlamista terrorszervezetnek mielőbb el kellene engednie a tavaly október óta fogságban tartott izraeli túszokat. Az új javaslat teljesülés esetén azonnali tűzszünet lépne életbe, hosszabb távon pedig elvezetne a gázai övezet talpraállításához, miközben biztonsági garanciákat tartalmaz az izraeliek és a palesztinok számára is. Izraelben egyébként újabb heves vitákat váltott ki a tervezet, mert még a jobboldali kormány egyes pártjai is attól tartanak, hogy úgy fejeződnek be a háború, hogy nem pusztítják el a Hamaszt, és nem nyeri vissza a szabadságát valamennyi túsz. Az izraeli főügyész szerint állami vizsgálóbizottság létrehozásával válaszolhatnának az országát érő bírálatokra. Gali Baharav Miara levélben javasolt ezt Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek. Szerinte csak így ellensúlyozhatnák a Hamasz tavaly októberi mészárlása nyomán indult izraeli hadműveleteket kritizáló hangokat. Emlékezetes, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság ügyésze
korábban letartóztatási parancsot kért Netanyahu és Yoav Gallant védelmi miniszter ellen. A főügyész arra figyelmeztetett, hogy a háború miatt erősödött a nemzetközi nyomás Izraelre, miközben a hadseregben is folynak már különböző belső vizsgálatok a katonai műveletek miatt. Az izraeli hadserege közben tovább folytatta a hadműveleteket. A gázai övezetben Rafahnál megsemmisítettek egy rakétakilőve állomást, néhány perccel azután, hogy onnan izraeli katonákra nyitottak tüzet. Hírszerzési információk alapján támadták a terrorcsoportokhoz tartozó föld feletti és föld alatti állásokat. Több légi csapást is végrehajtottak, az egyik egy iskolát ért, ahol több palesztin civil is életét vesztette. Izraelben azt is közölték, a kormány 300-ról 350 ezerre emelte a tartalékosok számát, akiket szükség esetén beívhatnak a hadseregbe. Ezt azzal indokolták, hogy nem csak a Hamas terroristáival, hanem a Hezbollah síta szervezet egységeivel is meg kell küzdeniük. Itthon már a mai választás másnapján, vagyis holnap össze is ül a parlament, amely a kampány miatt több mint egy hónapig szüneteltette tevékenységét. Várhatóan megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Ezt a tisztséget korábban Sőjog Tamás töltötte be, de miután ő márciusban államfő lett, meg kellett találni utódát. A Fidesz Trócsányi Lászlónak szánta a posztot, de a korábbi igazságügyi miniszter egyetemi kötelezettségvállalásaira hivatkozva visszautasította a felkérést. Az új jelölt Juhász Imre alkotmánybíró. A 61 éves jogász 11 éve tagja a Taláros Testületnek, és mandátuma jövőre áll le. A parlament holnapi ülésén szavazni kell arról az ellenzéki javaslatról, amely méltatlanságra hivatkozva megfosztaná tisztségétől Sőjog Tamást. Nem kétséges azonban, hogy a kormánypárti többség bizalmat szavaz majd ismét az államfőnek. Újra magyar kézbe került a Feri repülőtér. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint már aláírták a Budapest Airport ZRT adásvételi szerződését. Több mint egy évig tartottak a tárgyalások, amelyekben a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRT és a francia társbefektető Vinci Airport vett részt. Utóbbinak 20%-os tulajdonrész lesz, a többi viszont a magyar állami. A vételár 3,1 milliárd euró, és mint közölték, a visszavásárlás érdekében az állam több vagyonelemet is értékesített. A közlemény kitér arra is, hogy idézem, a Gyurcsány kormány 2005-ben elkútyavetyélte ezt a nemzeti kincset. Mint írják, a reptér tulajdonlása szuverenitási kérdés, amely nem csak a személyszállítás és a turizmus, hanem az áruszállítás miatt is stratégiai jelentőségű, a gazdasági vérkeringés egyik ütőere. Orbán Viktor annak ellenére sem megy el a jövő hétvégén Svájcban tartandó Ukrajna konferenciára, hogy az ukrán elnök személyesen hívta meg. A külgazdasági és külügyminiszter ugyanis közölte, ő vesz részt a békecsúcson. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország a békepártján áll, és minden olyan rendezvényen részt vesz, ahol a béke van napirenden. Egyúttal sajnálatosnak nevezte, hogy nem lesz ott minden érintett. Oroszország ugyanis, akárcsak Kína már bejelentette, hogy nem képviselteti magát. Szijjártó egyébként mindenről Szentpéterváron nyilatkozott. A háború kiterülése óta már 8-szor ment el Olaszországba, ezúttal egy nemzetközi gazdasági fórumra. A nyugati szövetségesek kiállása az oroszok által megtámadott Ukrajna mellett egyenes folytatás annak a szabadságharcnak, amely Európában a II. Világháború idején folyt. Egyebek között erről beszélt az amerikai elnök a normandiai partaszállás 80. évfordulóján tartott franciaországi megemlékezéseken. Joe Biden emlékeztetett rá, hogy 80 évvel a náci Németország elleni harcok után ismét vannak diktátorok, akik be akarnak vonulni Európába. A rendezvényeken 25 állam és kormányfő vett részt, Joe Biden mellett harmadik Károly brit uralkodó, Olaf Scholz német kancellár, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és a házigazda francia államfő is. Emmanuel Macron is arról beszélt, hogy a növekvő veszélyek idején
készek áldozatokat hozni és megvédeni a szabadságot. A brit munkáspárt vezetője szerint a kormányzó konzervatívok 14 év alatt tönkretették az állami egészségügyi szolgálatot, amely csak most kezd magához térni a koronavírus járvány sokjából. Egyebek között ezzel érvelt Keir Starmer a kormányváltás mellett a miniszterelnökkel folytatott első televíziós vitáján. Ugyancsak kifogásolta a torik bevándorlási és adópolitikáját is. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a legtöbb felmérés szerint teljesítményét sokkal jobbnak ítélték, mint Rishi Sunak kormányfőjét. De ez még nem minden. A friss közvélemény kutatások szerint a brit politika történet utóbbi 100 évében példátlan alsóházi többséget érhet el a munkáspárt a július 4-ére kiírt parlamenti választáson. Keir Starmer pártja 194 fős többséget szerezhet az alsóházban. Hasonlót legutóbb a szintén munkáspárti Tony Blair ért el 1997-ben, akkor 179 munkáspárti képviselőbe több ült a londoni parlamentben, mint konzervatív. Itthon várhatóan a jövő hét elején ismét megnyitják a dunai alsó rakpartokat, amelyeket csütörtök este zártak le a dunai árhullám miatt. Egyelőre tehát még tilos a behajtás az érintett szakaszokon, bár a folyó vízszintje Budapestnél tegnap tetőzött. A héten mindegy 500 kilométeren volt árvízi készültség az országban. Mindezt az utóbbi hetekben esett jelentős mennyiségű csapadék okozta. Mint közölték, a fokozottan megerősített vízügyi őrszolgálat folyamatosan figyeli a Dunát, a változó helyzethez alkalmazkodva felkészülten végzik az árvízi védekezést, a szakemberek a nagy 24 órában követik az adatokat. A Dunai árvízzel egy időben árhullám van a Murán, a Rábán és a Tarnán is. Eső továbbra is várható, de kormanyári meleg is lesz. Több órás napsütésre számíthatunk, ilyenként erős gomoly felhő képződéssel. Napközben elszórtan kialakul a zápor, zivatar. Megérénkül néha viharossá válik a szél. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul, estére is csak 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap kisebb hidegfront érkezik. És eddig tartott a híradó, további információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brailleexpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!